31. perc, MTK szabadrúgás. És kérdés, hogy mennyire rozsdásodott Bedibusz. Mert Kanta olyan 33-35 méterről nagyon elszántan odaáll. És bár többen helyezkednek bent középütt, az sem kizárt, hogy ezt rárúgja. Kanta, Torgelle, gól! Vezet az MTK. Torgelle kapásból bevágja. Gyakorlatilag nem mozdultak a védők, Kanta nagyszerűen ívelte be a labdát, Torgelle pedig nem adott esélyt se hátvédnek, se kapusnak. MTK vezetés, az első hazai támadás, akció, félperces labdabirtoklással, egy szabadrugással, és Torgelle üresen maradt, hárman is érkeznek, nem volt egyébként les. Kanta precíz beadását, Torgelle mintaszerű mozdulattal lövi be. Vajon kit kéne fogni egy ilyen szabadrugásnál, ha nem Torgellét? Kérdezhetik egymástól a játékosok, meg a szurkolók is. Szép lövés.